Köszönöm a szót. Tisztelt Országgyűlés, a Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosítása hangzatos cím, de valójában 161 oldalnyi pótcselekvés van most napirenden. A 2008 óta változatlanul 28.500 forintos nyugdíj minimumot emelés helyett átnevezik, miközben elinflálása folytatódik. Tehát érzik, hogy gyalázatos ez a nyugdíj minimum, de hát ez így fából vaskarika. Továbbá újabb fokozatra kapcsol a Covid-őrület, egyúttal fokozzák a politikusi felelőtlenség és a korrupció lehetőségeit, liberalizálják a migrációs politikájukat, és újabb rasszista intézkedések lesznek a halmozottan kátrányos helyzetűek pozitív diszkriminációjával, a szociális válság költségeit pedig a társadalomra próbálják terhelni. Nos, kezdjük azzal, hogy mi történik a határvadászokkal, hiszen valóban a rendkívüli jogrend után most próbálják hosszú távon is törvénybe foglalni az ő szerepüket, csak hogy meglehetősen elkéstek ezzel, mert mire ide jutottak, hogy törvénybe foglalják a határvadászok jogállását, addigra megkezdődött a határvadászok leszerelése, hadd tájékoztassam önöket erről. Ide jutottunk, ami nem is csoda, hiszen bruttó 260 ezer forintos fizetésért valójában fegyveres biztonsági őröket próbáltak keresni, felvenni, nagyon sovány jogkörökkel. Nem is csoda, hogy ezt nem sokáig viselik el azok a határvadászok, akik helyett normális esetben határőrség kellene, komoly önvédelmi jogokkal is, és határvédelmi, nemzetvédelmi jogokkal is felruházva, nem pedig kísérgetni, taxisztatni kellene azokat a migránsokat, hanem minimum egy komoly helyszíni bírsággal sújtani, magyarul egyébként elkobozni a zsebükben lévő sokszor sok ezer eurót, ami jellemzően az embercsempészeknél fog kikötni más esetben. Ehelyett azonban a hatályos napi 4-12 órás szolgálatteljesítési időt napi 12-16 órás szolgálatteljesítési időre bővítenék. Véleményem szerint inkább a béreket kellene emelni, nem pedig a munkaidejüket. Ráadásul az is nevetséges, hogy a határvadász a rendvédelmi egészségkárosítási kereset kiegészítésre és rendvédelmi egészségkárosítási járadékra csak 9 év szerződéses jogviszony után jogosult, miközben 3 év határozott idejű szerződést kötnek velük egy olyan munkavégzésre, ahol különösképp veszélynek vannak kitéve. Hígulni látszik most a migrációs politika, például azáltal, hogy az utazási engedélyek kiadásának megtagadásáról, az utazási engedély megsemmisítéséről vagy visszavonásáról szóló döntés közigazgatási perben megtámadható lesz. Sőt, az idegenrendészeti hatóság a kiutasítást, valamint a beutazási és tartózkodási tilalmat visszavonhatja, talán az Európai Unió nyomására hátráltak, meg nem tudom, azon személy esetében is, aki például jogellenesen lépte át Magyarország határát, vagy azt megkísérelte, vagy épp nemzetbiztonsági kockázattal jár. Tehát az ő jogaikat fokozzák jelen állás szerint. Nem lesz többé kötelező harmadik országbeli állampolgár szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt kiszabott szabadságvesztés, büntetésből való szabadulást követően elrendelt kitoloncolás végrehajtás során hatósági kíséretre sem. Magyarul vagy elhagyja önként az országot, vagy nem. Nem tartom elfogadhatónak, hogy a tartózkodási engedély kiadására és meghosszabbítására irányuló kérelem immáron az ügyfél aláírása nélkül is idegenrendészeti hatósághoz érkezetnek kell tekinteni. De azért lássuk a pozitívat is ebben a törvényjavaslatban, mégpedig az, amit a balliberálisok a leginkább kifogásoltak talán, miszerint az ember szociális biztonságáért elsősorban önmaga felelőse javaslat szerint ezután, utána a családja, majd az önkormányzat, az egyház, és csak ezt követően az állam. Én azt gondolom, hogy ez egy helyes megközelítés. Az emberi méltóságot is szolgálja, hogy nem csak az államon függve, azon csüngve, annak függvényében tud csak létezni egy ember. Az önfenntartásra képes az ember, és ezt az emberi méltóságot megadja ez a megközelítés és ez a megfogalmazás. Az, ami ingyen pénzt követel, az a baloldali logika, vagy logikátlanság, az teljességgel abszurd, ingyen pénz nincsen.
Ilyen értelemben igenis az ember szociális biztonságáért elsősorban önmaga kell alapesetben feleljen, viszont nagyon helyes, hogy ezt követően felsorolja a különböző felelősségi szinteket. Sőt, én azt gondolom, hogy ez így jobb is, hiszen amikor egyszerre felelnek sokan, akkor sok bába közt elvész a gyerek, egymásra mutat az önkormányzat, az állam. Most egyértelmű felelősségi köröket határoz meg. Az már más lapra tartozik, hogy az önkormányzatokat miért véreztetik ki, miközben komolyabb felelőssége lesz ezután az emberek szociális biztonsága terén is. Viszont egyúttal az is látszik, hogy a szociális válság költségeit a társadalomra próbálják terhelni, pedig a mostani változások mögött nem az áll, hogy az emberek kevesebbet szeretnének dolgozni, lustábbak váltak, tehetségtelenebbé váltak, hanem arról van szó, hogy olyan világpolitikai helyzetbe kormányozta egyébként a magyar kormány is magát, például a szankciók támogatásával, az Európai Uniós gyarmatosításunkkal, és sorolhatnánk még, ami semmiképp sem az egyén felelőssége. Tehát ilyen értelemben a szociális válság költségeit nem az emberekkel kellene megfizettetni. Az is kétséges már, hogy ugye ennek a prioritási elvnek a jegyében talán már is csökkentik az 50 fő feletti fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személyek számára tartós ápolást, gondozást nyújtó intézmények férőhelyeinek számát. Viszont pozitívan fogadom, és a Mi Hazánk Mozgalom üdvözli, hogy az állam feladatai között végre felsorolják az ivóvízhez való hozzáférés biztosítását, ami ma még talán természetes, de néhány éve még a fűtés is természetesnek tűnt, vagy akár néhány évtizede, évszázada is. Az alapvető jogok biztosának hivatalával kapcsolatban viszont elfogadhatatlan az, hogy a személyállomány felvétele kapcsán előírja a javaslat, hogy törekedni kell a nők etnikai kisebbség és hátrányos helyzetű csoportok megjelenítésére fokozottan. Ez végső soron úgymond a kátrányos helyzetű csoportokat jelent, tehát rasszista javaslat. Megint származási alapon folytat pozitív diszkriminációt, amit sok esetben láttunk eddig is az állam működése során, tehát, és egyébként is egy lépésre vagyunk a balliberális oldal által követelt, képviselt kvóta rendszertől. Érdemelvű társadalmat hirdet a Mi Hazánk Mozgalom, szakmai rátermettség és egyebek alapján kell, nem pedig például származás alapján kiválogatni a munkatársakat. A kormány új fogalmat vezet tehát be, öregségi nyugdíj minimum helyett szociális vetítési alapot, ami ugye lényeges, hiszen a különböző szociális és egészségbiztosítási ellátások összegén át a családtámogatásokig számos állami támogatás és juttatás összegét kötik az öregségi nyugdíj minimumhoz. Ez tehát fából vaskarika, hogyha csak a nevén változtatnak, már pedig úgy tűnik, és nagyon fájó, hogy 2008. januárja óta változatlanul 28.500 forint ez a nyugdíj minimum, gyalázatosan alacsony, és ráadásul folytatódik az elinflálása. Államtitkár úr, kérem válaszoljon arra, hogy a névváltoztatás egyrészt teljes körül-e, vagy maradnak esetek, ahol megmarad az öregségi nyugdíjminimum alkalmazása, illetve tervezik-e, és ez a legfőbb kérdés nyilvánvalóan, az öregségi nyugdíjminimum összegének emelését, vagy tervezik-e most már a jövőben más összegben megállapítani a szociális vetítési alapot? Tehát jelent-e érdemi változást, vagy csak palástolni próbálják ezt a rendkívül kellemetlen 2008 óta változatlan összeget? Ejtsünk szót arról is, hogy újabb jogokat kap a titkosszolgálat, miközben egyébként a törvényességet felügyelő Nemzetbiztonsági Bizottság elnöki posztját a Mi Hazánk Mozgalom hiába kérte, utána pedig elsődleges prioritásunk volt a ciklusban, utána hiába kértünk bizottsági tagságot, és végül hiába kértünk betekintési jogot önálló listán parlamentbe jutott pártként a titkosszolgálatokat felügyelő Nemzetbiztonsági Bizottság ülésein sem vehetek részt, pedig átestem a Nemzetbiztonsági Átvilágításon a Honvédelmi Bizottság tagjaként. Ennek ellenére a kormánypárti képviselők leszavazták azt, hogy akár csak betekintési joggal, vagy akár hozzászólási joggal, de még iratbetekintési joggal sem élhetek egy országgyűlési bizottság munkája területén, tehát egy országgyűlésbe önálló listán bejutott frakció, egy országgyűlési bizottság, egy egész szakterület munkájára semmilyen rálátással nem bírhat, és így adnak újabb és újabb jogokat. Jelen javaslatban számos intézkedés vetíti elő egyébként a nagy testvér eljövetelét, ahol már az ember egy lépés sem tehet anélkül, hogy bármelyik hatóság egy gombnyomás, adategyeztetés nélkül bármilyen információt lehívjon az állampolgárokról, nem beszélve az arcfelismerő elemzésekről, lásd arcképtörvény, nem is mennék most ebbe az idő rövidsége miatt bele.
mert szót kell ejteni végül arról is, hogy újabb fokozatra kapcsol a Covid őrület. Ugyanis az MVS, a Nemzeti Védelmi Szolgálat megbízhatósági vizsgálat során eljáró tagja fertőző betegségnek nevezett akármi elmulasztása, például gondolom mondjuk oltatlanság, Covid oltatlanság esetén, vagy a védelmi intézkedés megszegése esetén szabálysértést követne el a jövőben. Elfogadhatatlan egyébként az is, hogy járványhelyzetre hivatkozva az alapellátáshoz kapcsolódó házi orvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról ezután majd mentőszolgálat útján is gondoskodhat bármely önkormányzat, akár a járványhelyzetet vagy járványhelyzetnek kikiáltott normális állapotot követő fél évig is. Tehát képzeljük el, hogy mondjuk egy fogorvosi rendelő helyett ezentúl egy mentőkocsiban látják el az embert. Nyilvánvalóan fűteni egyszerűbb, de azért semmiképpen sem 21. századi. Az egészségügyi törvény módosításának vannak más vállalhatatlan pontjai is. Például a köznevelési intézmények oltottsági státuszra vonatkozó adatkezelése, és itt most még ráadásul nem is csak a munkahely elvételével való zsarolásról van szó, hanem akár ugye a gyermekekről. Eddig is gyalázatos volt, és én magam is szülőként például attól féltem, hogy a 10 éves kislányomat mikor állítják úgymond a falhoz, amikor egy akár oltott gyermek pozitív tesztet produkálva, névsorolvasás van, ki az oltatlan, álljon a falhoz és menjen haza. Oldja meg a tanulását, oldja meg eleve aznap a hazajutást, akár a második, harmadik óra után, és szégyen szemre ilyen kiközösítéssel, falhoz állítással bélyegezték meg eddig is a gyermekeket. Én egészen elképesztőnek tartom azt, hogy ezeket a jogokat kiszélesítik, ugye a jelenállás szerint a koronavírus helyett általánosságban ad járványveszély esetén felhatalmazást adatok kezelésére, ha a kormány fertőzés elleni védettség igazolásáról dönt. És végül a politikusi felelőtlenségnek és korrupciónak úgy szintén megágyazhat például az az intézkedés, amit előttünk fekszik, miszerint az egészségügyi válsághelyzet megszűnését követően, amit most ugye tapasztalhatunk, hiszen egyik veszélyhelyzetből most épp a háborús veszélyhelyzetbe adják át a stafétát, folyamatosan rendkívüli jogrendben korlátozások között tartva persze a magyar embereket, de amikor az egyik mondjuk a egészségügyi veszélyhelyzet megszűnik, akkor az állam által feleslegesen túlzottan is bevásárolt egészségügyi eszközök, gyógyszerek értékesítése esetén, hát ezt idézőbe tegyük az értékesítést, hiszen a nemzeti vagyonról szóló törvény és az állami vagyonról szóló törvény szerinti versenyeztetés mellőzhető lesz a jövőben, illetve ingyenesen is átruházható lesz, ahogy egyébként sajnos eddig is láttuk már, amikor sok millió felesleges oltást vásároltak be, ami nem csak a Covid diktatúra igényeit szolgálta ki, hanem nyilvánvalóan a magyar kormány és az oligárháinak korrupciós étvágyát is sajnos. A Mi Hazánk mozgalom tehát bár konstruktív ellenzéki párt, és meglátta ebben a törvényjavaslatban is azt, ami pozitív elmozdulás, de döntően sajnos megint újabb negatív és visszalépéseket láthatunk a jogállamiságban. Éppen ezért a Mi Hazánk mozgalom ezt a törvényjavaslatot nem tudja támogatni. Köszönöm figyelmüket!